Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Ma esti vendégem így az esztendő végén, mint egy összefoglaljuk a mezőgazdaság történéseit ebben az esztendőben, illetve kicsit előre mutattunk, megnézzük, hogy mi várható 2019-ben. Vendégem pedig Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke, aki az állattenyésztését felelős első számú vezető. Tisztelettel köszöntöm, jó estét kívánok! No, hát ennek ellenére azért kezdjük a növénytermesztéssel, mégpedig azért, mert esztendőről esztendőre megszokhatjuk, hogy az időjárás függvénye a növénytermesztésben a termés, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a szélsőséges időjárás ellenére talán a korszerű megoldásoknak, az innovációnak, a kutatási eredmények alkalmazásának köszönhetően Magyarországon nem csökken számottevően a termés. Átlag. Ez teljesen mértékben így igaz. Az a hektikus időjárás, ami a tavasz időszakban bekövetkezett a csapadék hiány vonatkozásába, az a gyenge kelések, ami a tavaszi növényeket jellemezték, akár kukoricát, de különösen a cukorrépát, a borsóról már nem is beszélve, hogy a kötés tekintetében, hát bizony egyáltalán nem adtak okot a bizakodásra. A későbbiek folyamán nyilvánvalóan a tápanyagellátás is, a később jövő csapadék, amely egyébként nagyon hektikusan esett le, hiszen 600 milli fölött vagyunk ebbe az évben, méghozzá bőven, viszont az majd, hogy nem, 5 nagy alkalommal esett le. Tehát amikor nem esett, az nagyon nagy hiányt okozott. Amikor esett, akkor, ahogy szokták mondani, nem sok örömünk volt benne, mert nagy tömegbe esett le, és intenzíven. Idén mértük Mezőfalván a legnagyobb intenzitást minden időkben, minden eddigi legnagyobb intenzitású csapadékát, ami azt jelenti, hogy 250 milliméter per óra kapacitás volt, hát nyilvánvalóan nem órákat esett, de ugye a mérő műszer ezt mutatja, hogy ez egy nagyon nagy intenzitású rövid időszak alatt leeső eső tömeg volt. Tehát figyelembe véve ezt a nagyon hektikus időjárást, ennek ellenére a búza igenis elfogadható volt, országos átlagban 5,09 tonna volt, tehát kevesebbet reméltünk. A étkezési, a malmi minőségű búza az a felének a fele nagyjából, tehát a javító minőség, és a fele így is étkezési búza lett. Ez azért nagyon lényeges dolog, tehát csak a fele takarmánybúza úgy, hogy sokan takarmánybúzát termelnek eleve, hiszen a termés mennyiség az a takarmánybúzánál értelemszerűen magasabb, mint az étkezési búzánál. Fontos, hogy megemlítsük, hogy ugye a magyar termőterületek 20 millió ember étkezését, növénytermesztési ágazatról beszélek, étkezését biztosítják. A készletek elegendőek ahhoz, hogy exportra is jusson, és takarmányra nem különben. Ehhez viszont kell a technológiai váltás, vagyis kellett, ami részben már megvalósult. Hát igen, a precíziós növénytermesztés, az, hogy ma már akár a gépészet vonatkozásába is internet segítségével egy telefonon meg tudjuk nézni, hogy éppen milyen teljesítménnyel dolgozik a traktor, milyen fordulatszámmal, milyen a terhelés nagysága különféle eszközök vonatkozásába. Hát ez azt jelenti, hogy igenis az a költségtakarékosság és az a jó értelmű növény kiszolgálása, az nagy mértékben változik, és jó értelemben változik. És ahogy már annak idején is említettem, most az egyik legfontosabb dolog, hogy majd ezt a mérhetetlen nagyszámú információt, amit akár a gépekről, akár pedig a drónok a növényekről adnak, ezeket elemezni kell tudni. És ehhez már szüksége lesz olyan programokra, olyan mesterséges intelligenciára, amelyik ezt meg tudja tenni. Nemrégében olvastam egy interjút Nagy István agrárminiszter úrral, aki kiemelte, hogy az állategészségügyet egyre inkább kiemeltként kell kezelni. Hát ez eddig is így volt, de itt ő a betegségekre utalt, hiszen az elmúlt esztendőkben ugye ott volt a kergemarhakor, a tojás, csirke, idén pedig és tavaly a sertéspest is, az afrikai sertéspest is, és ez a negatív spirál, ez eléri az állattenyésztést, és így aztán védekezni kell, oda kell figyelni, és itt kiemelt szerepet kap az állategészségügy
azt hiszem, hogy az nagyon-nagyon fontos az állattenyésztés szempontjából. Hát a jövedelembiztonság, a kiszámíthatóság, a piaci kiszámíthatóság tekintetében az állategészségi státusznak kiemelkedő szerepe van. És nagy elismeréssel kell adózni az állatorvosok és az állatorvosi rendszer vonatkozásába, hiszen a legkülönfélébb fertőző állatmegbetegedések keringenek és fertőznek a körülöttünk levő országokba, és hát némelyik ugye be is köszön és bekopogtat azon a bizonyos ajtón, így sajnálatos módon ugye az Afrika sertéspest is, de évekkel ezelőtt a kék nyelv, és azért nagy siker, hogy idén Törökország a kéknyelvbetegség mentessé nyilvánította Magyarországot. Ezért indulhatott meg a húsmarhánál ugyanúgy a török export, és hát nyilvánvaló azokba a keleti országokba, akik hát zár alá helyezték állategészségügyi értelembe, e tekintetben Magyarországot. De ne feledjük el, hogy Szerbiában ott van a bőrcsomósodás. Nagyon-nagyon veszélyes állatbetegség, és hát a marhákat érinti. És nem jött még át annak ellenére, hogy szúnyogok terjesztik. Tehát minden esély meg lehetne arra, hogy itt is fertőző zónák alakuljanak ki, de egyelőre megárt a határon. Ezeknek a betegségeknek, és most nem akarom különválasztani, de akár a ASP-nek, tehát afrikai sertéspestisnek is, a legnagyobb terjesztője maga az ember. A maga felelőtlenségével, vagy kialakult rossz gyakorlatával. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a vadállomány már Magyarországon is egy része fertőződött, akkor meg kell érteni minden ugyas kisebb gazdálkodónak, aki eddig úgy tartotta a sertést, hogy hát, ha nyitva marad az óra, akkor egy kicsit kimegy a környező erdőbe, azt akkor szedeget is magának valamit. Hogy ezt nem lehet megtenni. Ezt nem lehet megtenni, mert egy ország állategészségi státusza múlik azon, hogyha bármely olba a házi sertésnél és a tartott sertésnél gyakorlatilag megtalálják ezt a vírust. Ez egy tragédia lenne az egész környezetre. Hát az exportnak abban a pillanatban, hát szó szerint az export lehetőségek megszűnnének, és az pedig nagyon-nagyon komoly gazdasági kárt jelent. Nemzetgazdaságnak is, de hát magának a gazdáknak is. Kulcson volt nemrégiben két hete a állatorvosi emléknap, és ott volt alkalmam beszélgetni Soltonyi Péterrel, az Állatorvosi Egyetem rektorával, aki azt mondta, hogy kiemelt szerepet biztosítanak a különböző állatbetegségek megismerésére. Tehát egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek. Nyilván azért a nagy cégek, tehát a nagy állami gazdaságok, ZRT-k, amelyek a fókuszba kerülnek elsősorban, de az állategészségügy arra fókuszál, hogy ezeket a betegségeket egyik oldalról megelőzzék, másik oldalról idejében felismerjék, harmadrészt pedig ezzel ők is így, ilyen formában tudják segíteni a nemzetgazdaságot. Hát ahogy Magyarországon megjelent, sajnálatos módon az ASP, de már előtte, hogy közeledett ugye a keleti határainkra, meg hát északról is gyakorlatilag, már Romániáról ilyen értelemben nem is beszélve, tehát délkelet tekintetében, úgy fokozta az Agrárgazdasági Kamara is az ismeretterjesztő tevékenységét, amihez a minisztérium is, az Állatorvostudományi Egyetem is nagy mértékben hozzájárult, hogy olyan szakanyagokat tudjunk a gazdálkodók rendelkezésére bocsájtani, amivel az információikat és ismereteiket bővíthetik. Ezért az edukáció e tekintetben is rendkívül fontos, és ha már állategészségügyre tartunk, azért nem szabad nem megemlíteni, hogy Európa szinte elismert diplomát ad az Állatorvostudományi Egyetem, és hát ilyen értelemben nagyon előkelő helyen szerepel az az oktatási mód, módszer, és hát értékes az a diploma, hogy ők bocsájtanak ki. Nos, szemezgessünk a vidék gazdaságát segítő kormányzati programokból. Számtalan pályázat jelent meg ebben az esztendőben is, és én azt gondolom, hogy a nemzeti és az uniós keretekből ezeknek a zöme megvalósult, hála Istennek, teszem hozzá. Igen, ami gondot okoz, az a gazdák vonatkozásában az a nagy mértékű áremelkedés,
ami az építészet vonatkozásába megtörtént, tehát az építészeti anyagok és kivitelezések tekintetében, hiszen a gazdaság növekedésével és a GDP növekedésével megnövekedett a beruházási kedv, nem csak a mezőgazdaságban, lakásépítés, és hogy ne soroljak más ágokat is. Nyilvánvaló, hogy a külföldről ide települő cégek is, és cégeknek is építkezni kell, és ehhez is kell nem csak a munkaerő, hanem értelemszerűen az építészettel foglalkozó cégeknek a tevékenysége. Tehát nem csak az okoz problémát, hogy mennyiségileg nem fér bele ugye a pályázat azon részébe, ami az összköltséget figyelembe véve emelkedik, és nem biztos, hogy ezzel azonos módon tud minden pályázat emelkedni a támogatási részbe is. Vannak ilyen pályázatok, amik külön kérelemre emelkedni tudnak. De hát eleve nincs akkora kapacitás az építőiparba, amivel biztosítani lehet, hogy a határidők maradéktalanul és makulátlanul teljesítésre kerüljenek. Ezért az Agrárgazdasági Kamara kezdeményezte a minisztérium is felé is, és a kincstár felé is, hogy amit az európai jogszabályok engednek, vagy megengedőbbek, vagy kérelemre módosíthatóak, ott mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a gazdákat adminisztrációs okok miatt, tehát pontosítok, megváltoztatható adminisztrációs szabályok miatt kár ne érje. Nagyon fontos kérdés, önök is szorgalmazzák, hogy a gazdákra az a sors vár, játékosan mondom, hogy sors, hogy termelői csoportokba szerveződve újuljanak meg, ez elengedhetetlen. Mit tesz ezért a kamara, illetve a kormányzat, hiszen önök ebben egyetértenek? Mi ebben egyetértünk. Nyilvánvaló, hogy olyan a jelenlegén is erőteljesebb ösztönzési rendszert kell kialakítani, amely a magyar gazdát arra készteti jó értelembe, hogy az az előny, amely egy valóságosan működő termelői csoportba fellelhető, azokat használja ki. De ne keverjük össze sem azon tészeket, bészeket, és nem sorolom az összes tétséket, tehát akik azért alakultak, hogy állami támogatást, most durva szóhasználattal élek, megkapja, elköltse, és ebből ne a jövőt építse oly módon, hogy az a termelői csoport az állami támogatások felhasználása után saját lábon is megállva tudjon működni. Tehát amellett, hogy volt egy történelmi rossz ízű szövetkezéssel kapcsolatos alternatíva és bevésődés, mert az nem csak beidegződés volt, hanem sajnos bevésődés ennyi évtized alatt, majd jött egy olyan nomenklatúra, amelybe bizony a pozitív szenárióval oda menő gazda hát hátrányt szenvedett, mert az a közösség, amelynek tagja lett, nem az elsődleges célt vette figyelembe, és akkor nagyon finoman fogalmazok, hanem inkább a saját érdekeltségét helyezte előtérbe. És akkor most innen kiindulva kell újból meggyőzni ugye a magyar gazdát arról, hogy ne szövetkezzé. És teljesen igaz, csak olyan jogszabályi környezetet kell teremteni, és olyan fékeket a rendszerbe, amivel az elsődleges cél van biztosítva, a gazda jövedelmezősége. Ez többek közt nagyon egyszerű dolgokon múlik. Mi magunk is integrálunk, és mi idén nem vetettünk napraforgót, de integráltunk napraforgó termelést. És nyilvánvaló, hogy kiszámításra kerülnek az összegek, szolgáltatások, szállítás, stb. Majd eladtuk a napraforgót. És kiderült, hogy maradt fönn pénz. Tehát most ezt a gyakorló gazda mondja. Igen, gyakorló gazda, maradt fönn pénz. Nem sok, tehát pár ezernyi forint gazdánként. Tehát nem tömeges, nem milliókról van szó. És én mondtam azt, hogy nem, lehet, hogy adminisztratív munkát jelent, de mindenkinek vissza kell osztani. Igen. Mindenkinek vissza kell osztani, mert ami többlet van, az szétosztandó, és nem valamilyen módon hát elteendő. Egyetértek önnel.
Ha már termelői csoportokról beszélünk, akkor korán sem mindegy, hogy milyen korosztály célozza meg ezeket a jövőbeli termelői csoportokat. Azt látjuk, és önök is beszélnek erről, hogy egyre idősödik a mezőgazdasággal foglalkozó szakma életkora, tehát egyre idősebbek. Hogy lehet bevonni az új nemzedéket? Hogy lehet vonzóvá tenni a mezőgazdaságot számukra? A kérdés az két irányú. Az új nemzedék szövetkezési készsége sokkal nagyobb, mint a jelenlegi, aki negatív tapasztalatok tömkelegével. Hát nem csak a TSZ-ek, a utána említett hát sajátos magyar szerveződés okán is. Tehát látom, hogy akár megy probléma, akár alma probléma idén, sokkal több fiatal van, aki új ültetvényeket csinált, aki szövetkezett a másikkal, együttesen lép fel, és ha megnézzük az idei almaválságot, ami súlyos volt, és tudjuk, hogy a feldolgozó úgy viselkedett, ahogy, és most ne részletezzük a dolgot, és hát egy nagy almatermés volt, akkor meg kell azokat a riportokat is nézni, amelyikek azt mondták, hogy igen, különbség van almatermelés és almatermelés között. Különbség van, hogy étkezését is termelek, de hát a gyengébb az, akkor elmegy léalmának, azt mondta, hogy léalma ültetvényt csinálok. Támogatásokat felvéve, és a másikkal szövetkezve, és bocsánat a szóhasználati, a riportok azért ott voltak, amikor ők azt mondták, hogy köszönik, jól vannak, még azzal az összegszerűséggel is, ami másnak már nem felelt meg, mert intenzív a kultúrájuk, mert összefogtak, együttesen szerzik be a vegyszereket, és hagyd ne mondjam mindazt az előnyt, ami egyértelmű. Tehát a fiatalokra a jövő a szövetkezés tekintetében. A másik dolog, a generációváltás és a fiatalok odaengedése a vezetéshez, a gazdaságokhoz, az már egy sokkal bonyolultabb téma, ezt segíteni kell, és bizony valahol tudatilag kell az idős generációval megértetni, hogy át kell a stafétabotot adni, időbe át kell, mert ahogy mondani szoktam, ez a világ legigazságosabb dolga, a generációváltás akkor is bekövetkezik, ha nem akarjuk, jobb fölkészülni. Nyilván a tapasztalataikkal segítenek tovább. De ha még, a még fiatalabbakat nézzük, őket is meg kéne szólítani, hiszen nyilván az általános iskolából kikerülők számára tetszik, nem tetszik, a paraszt még mindig szitok szó. Hogy ez elmúljon örökre, egyszer s mindenkorra, azért nagyon-nagyon sokat tehetünk mi. Hát ebbe például a tejtermék tanács is a tejkamionnal nagyon sokat tett és tesz, és a legtöbb gazdaság nem csak mi, hanem mások is nyílt napokat szerveznek, ahol óvodáskortól a középiskoláig egyetemistákat, na azért nem mondom, mert ők a diplomadolgozataikat csinálják ott, meg a gyakorlatikat végzik egy-egy ilyen területen, meg kell ismertetni, hogy hogy néz ki ma egy állattenyésztés. Tehát mindenképpen tovább kell azt adni, hogy bizony, ma egy állattenyésztőnek a munkája nem szélsőséges értelemben a trágya taposásról szól, hanem sokkal inkább a digitalizált, sokkal inkább a számítógép segítségével és az automatikus fejőberendezések, és hagyd ne soroljam, alkalmazásra lehető berendezések lehet egy nagyon korszerű, nem csak telepen, hanem munkahelyen dolgozni. Emellett meg kell ismertetni azt a hallgatókkal, középiskolásokkal, és nyilvánvalóan még a aprókorúakkal, hogy ez nem csak egy életforma, ez egy művészet. Tehát ha azt mondom, hogy túlzásokba esve Michelangelo meglátta nyilvánvalóan a kődarabba a Dávidot, de egy állattenyésztő, ha ránéz egy állatra, akkor ő látja azt, hogy majd az ivadékai hogy fognak kinézni egy-egy párosítás után. Tehát ez a fajta művészi szabadság nagyon-nagyon kevés munkahelyen adatik meg az embernek. Nagyon kevés helyen tud így alkotni, hogy egy jövőbeli tevékenység és egy jövőbeli cél érdekében tegye a dolgát, amelyik azért fontos, hiszen úgy lesz
kiszámítható az állattenyésztés, úgy lesz piacképes, mert legyünk tárgyilagosak Magyarországon, nem különleges állatokat tartunk és különleges növényeket, mi egyentermékeket tartunk, ez pedig akkor piacképes, ha a legmagasabb minőségbe állítjuk ezeket elő. No, ha már az állattenyésztésnél tartunk, jövőre olvasom, új állattenyésztési törvényt terjeszt a parlament elé az agrárminiszter. Melyek ennek az alapvetései? Nem ismerjük még pontosan nyilván, de azt hiszem ez fontos. Azt mindenképpen látni kell, hogy az előző törvény, az a 90-es évek közepe óta gyakorlatilag 30 évig volt az állattenyésztőknek, hát nem egészen 30 évig nyilvánvaló a alapja. De mármint az alapdokumentuma. Idén, november 1-jével az uniós állattenyésztési szabályozás életbe lépett. Ez nagyon sok változást hoz az állattenyésztés, a tenyésztőszervezetek működése tekintetében, sokkal liberalizáltabb és szabadabb lesz, tehát Magyarországon is különféle szervezetek megjelenhetnek, de a magyar állattenyésztő egyesületek is mehetnek külföldre. Na most, az Európai Uniós szabályozásnak a magyar szabályozását kell elsősorban értelemszerűen a Magyarország állattenyésztési törvénynek tartalmazia. Tehát egyrészt a külföldiek Magyarországon való tenyésztőszervezetek Magyarországon való regisztrálása, különféle dokumentációk benyújtása, tevékenységenek ellenőrzése. Tehát mindazt a közigazgatási szabályrendszert, ami a eredendő uniós törvényből hát adaptálódik a magyar viszonyokra. A másik ugyanez vonatkozik a magyar tenyésztő szervezetekre, amíg egy korszerű megoldásokat kell, hogy kapjanak a tekintetben, hogy a legújabb genomikai vizsgálatokat el tudják végezni, hiszen a tenyészértékbecslések ma már ugye a SPT rendszerrel történnek, tehát nagy adatbázison alapuló tenyészértékbecslés van folyamatban. A régebbiek most már lassan kijönnek, vagy kihullanak ugye a palettából. Tehát mindazok a korszerű ismeretek, mindazok az új tenyésztési eljárások, amelyek összhangban vannak az alaptörvénnyel, tehát semmiképpen nem precíziós és génszerkesztéses módszerekkel tevékenykednek, tehát nem mutagén megoldásokat tartalmaznak, nem GMO-s megoldásokat tartalmaznak, azoknak az összességét kell annak a célnak az érdekébe felállítani, amely alapján a magyar állattenyésztés és ennek az eredménye a tenyészállat továbbra is a világ élvonalába tartozó marad és maradhat, netán még fejlődhet is, hiszen azért a magyar fajták és a Magyarországon adaptálódott fajták, itt a Holstein-Friesre is értem azt, ma már tenyészértékeket jelentenek. Ma már a Holstein-Friesbe mi már tenyészállatok sorát tudjuk értékesíteni külföldre, hiszen olyan minőségben tudjuk a Holstein-Fries termőmarhát előállítani, ami hát számtalan keleti, de nyugati országban is hát kívánatos és keresett. No, zárjuk keretbe a mai történetünket. Azzal kezdtük, hogy az időjárás kellően hektikus, és sajnos ez vonatkozik az esőre, a csapadékra is, tehát akkor már is itt van nekünk az a 17 milliárdos terv, ami az öntözés szolgálja a jövőben. Hogy lehet ebből egy igazi sikertörténet? Úgy lesz sikertörténet, ha csináljuk. Ez nagyon profánul hangzik, és nagyon, nagyon ilyen nem kikerekített válaszként, de én már 40 éves pályafutásom után annyit hallottam az öntözés fontosságáról és jövőbeli megoldásáról, hogy nem véletlenül mondom az, hogy akkor tesszük a legtöbbet, ha elkezdjük. És erre most van a legnagyobb affinitás. Tehát igen, azt érzem, hogy most az öntözést minden egyes kormányzati szervezet, agrárgazdasági kamara, termékpályák, és nyilvánvaló azoknak az egyesületei komolyan veszi, eddig is komolyan vette, de most anyagi fedezet is kerekedik rá, nem csak
ez az összegszerűség, amit szerkesztő mondott, ennél bízunk benne, hogy folyamatosan több, tehát ez csak egy nagyon-nagyon kezdeti etap, és valóban az öntözhető és öntözött területek, mert öntözhető terület azért most is akad, az öntözött területek a nagysága lényegesen emelkedni fog. Ebbe a kamara tette, ha úgy tetszik, a legerőteljesebb nyilatkozatot, hiszen azt mondta, hogy 20 év alatt 1 millió hektárt kell tudni öntözni. Ez nagyon-nagyon komoly elképzelés. Itt természetesen a talajöntözés, talajvíz háztartásának a megemelésének a különféle módjai is bele lehet érteni, de mindenképpen az a lényeges dolog, hogy közel 1 millió hektár legyen a hal olyan, ahol az aszály közvetlenül nem okoz gondot. Tehát a termésbiztonság ott növeli. Nyilvánvaló, hogy a minisztérium ennél sokkal kevesebb, és nem 20 évre gondolkodva, hanem az elkövetkező ciklusba gondolkodva azt mondja, hogy 200-400 ezer hektár öntözött területet kell nyilván elérni, attól függ, hogy milyen támogatási struktúrák vannak. Ehhez kell megváltoztatni azt a közigazgatási és törvényi rendszert, ami az osztatlan közösnek a jelenleg ellehetetlenült helyzete van, amiről már beszéltünk itt, hogy igen, nem lehet egy nyílt felszíni árkot, de meg föld alatti vízvezetéket sem végigvinni, csak az összes tulajdonos hozzájárul. Most azt mondjuk, hogy amely tulajdonosok nem lehet elérni, akkor a többségi tulajdonosok járuljanak hozzá. Tehát számtalan olyan jogszabályi változás is lesz, ami elősegíti, hogy az öntözéshez különféle társulások alakuljanak, és a társulások még könnyebben tudjanak vízhez jutni. Ebbe a vízdíjtól kezdve számtalan egyéb segítő intézkedés is benne foglaltatik, mert a klímaváltozásról nem csak beszélni kell, hanem megváltoztatni annak a hatásait. Ezt pedig legegyértelműbben a víz megőrzésével és öntözéssel lehet. Amen. Én bizonyos vagyok benne, hogy így lesz. Nos, én köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm az egész esztendei munkáját, segítségét itt az Agrárinfóban. Áldott békés ünnepeket kívánok önnek, munkatársainak és a Mezőföld valamennyi agrárgazdájának. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is, és mi is békés ünnepeket kívánunk az Agrárgazdaság Kamara nevében. Kedves nézőink, köszönöm egész évi megtisztelő figyelmüket. Bár még lesz egy adás, amelyben ellátogatunk Réti Majorba, Halország fejedelmével, Lévai Ferenccel fogok beszélgetni, de az már egy karácsonyi előzetes inkább. Úgyhogy köszönöm, minden jót kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra!